A Vidék Kincse Egyesület 2010-ben alakult és azóta tevékenykedik a megyében, pontosabban a Tisza mellett elhelyezkedő Szabolcs településen. A szervezet a Magyar Természetvédők Szövetségének tagszervezete. Legfőbb céljuk a település turisztikai, gazdasági fellendítése, illetve a község értékeinek bemutatása. Köszöntöm a stúdióban az Egyesület elnökét, jó estét kívánok, kezét csókolom. Jó estét kívánok, köszönjük szépen a meghívást. Talán kezdjük azzal, hogy kicsit mutassuk be az Egyesületet, annak idején milyen célokkal, feladatokkal hozták létre, és az eltelt ugye 5 év alatt, hiszen 2010-ről beszélünk az indulásról, mi minden sikerült megvalósítani Szabolcs községben vagy a környéken. Ahogy már említette is, mi 2010-ben alakultunk, szervezetünk a Magyar Természetvédő Szövetségnek az egyik tagszervezete, fővonalunk a környezetvédelem, illetve mellett a környezettudatos gondolkodásnak a továbbadása a fiatal generációnak. Mi nem csak Szabolcs községben, hanem a megye nagyobb területén, megyei szinten is tevékenykedünk. Nekünk így a célunk az, hogy egy olyan jövő nemzedéket tudjunk nevelni, és segítsük őket, akik a meglévő értékeket és az adott hazájuknak az értékeit tudják értékelni, és ezt nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is hírnevet tudnak ennek szerezni. Hogy látják itt a megyében, nagyon sok, hát nyilván nagyon sok érték van, nem? Természeti is, akár természeti, akár kulturális érték is, tehát van mihez nyúlni. Például Szabolcs községben is nagyon sok látnivaló van. Igen, mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, ahol a mi székhelyünk van, Szabolcs község, ez a megyének az egyik kis gyöngyszeme, ahol nem csak történelmi hagyatékaink vannak rengeteg, hanem az legépebben maradt földvárunk van, egy Mudrány kúriánk van, ami hihetetlen történelmi értékkel van, és kulturális értékeink is vannak mellette, mint a Szent László hagyaték, illetve a környezeti értékeink is, amik a Tisza ártere, a Bodrog ártér, hihetetlen környezeti értékeink vannak, és igazából az Egyesület alapulásának az egyik fő célja is pont ez volt, hogy olyan értékekkel rendelkezik ez a Kicsiny megye és Kicsiny települések, amit célszerű lenne nekünk, hogy mindenki megismerjen, hogy hihetetlen kis gyöngyszemek vannak itt az ország keleti felén is. Ugye én itt a felvezetőmben is említettem, hogy a kulturális és természeti értékek mellett ugye az Egyesület egyik fő célja az is, hogy gazdasági fellendülést is generáljon a térségben. Hogyan lehet ezekre az értékekre, akár természetet, akár kulturális értékekre alapozva, akár gazdasági hasznot realizálni mondjuk egy térségben? Természetesen. Én úgy gondolom, hogy ha itt megvannak az alapvető értékek, amiket be tudunk így nemzetközi, majd nagyobb szintére mutatni, itt olyan infrastruktúrális környezeti és turisztikai attrakció fejlesztésekre is van most is lehetőség, illetve úgy látjuk, hogy pályázati forrásban a jövőben is lehetőség, amivel olyan hozzáadott alapértékeket tudunk, mint szálláshelyek, táborszervezés és különböző olyan programokat hozzárakni, hogy ne csak a meglevő értékek, hanem ezt érdekessé és szemléletessé is tudjuk rakni az ide látogató vendégeknek. Ha már itt tartunk a pályázatoknál és egyéb dolgoknál, akkor milyen eszközei vannak az Egyesületnek arra, hogy a célkitűzéseit megvalósítsa? Tehát miből lehet ezekre forrást találni, hogy tudják a célközönséget megtalálni? Mint a civil szervezetek a nagy része, mi is pályázati forrásból tartjuk fenn magunkat. Kiírásokat kell nézzünk folyamatosan, amik az Egyesület alapszabályának és jövőbeli céljainak megfelelnek. Eddig az elmúlt 5 évben igen sikeresen tudtunk fejleszteni. Eddig szerveztünk egészségprogramokat, kulturális programokat, illetve lehetőségünk volt olyan környezetvédelmi attrakciók megvalósítására is, amelyben a közeljövőben mi Szabolcs községben egy jurtatábor megvalósítását fogjuk végrehajtani, valamint egy szabadidő központot, ahol az ide látogató kerékpáron, hajók segítségével is a Tisza környékének az élővilágát is megismerhessék. Mi azt látjuk, hogy mi civil szférában működő non-profit egyesületeknek ez az egyetlen olyan lehetőség, amivel mi hozzá tudunk járulni, nem csak a gazdasághoz, hanem a kulturális és történelmi értékeknek a reklámozásához. Még az jutott eszembe, hogy említette, hogy gyakorlatilag a központjuk Szabolcs községben van. A helyiek hogy állnak mondjuk az ilyen kezdeményezésekhez? Hogyan lehet bevonni a helyi lakosságot ezekbe a programokba? A helyiek nagyon örülnek annak. Hát Szabolcsra annyit kell mondani, hogy 350 fős kis település, ahol az átlag életkor... Egy nagy család, pontosan. De az átlag életkor azért az idősebb korosztály felé vonz, és mi, mint fiatalok újult erővel próbáljuk az ő általuk megteremtett hagyományokat, amiküket a mai napig ápolnak, ezeknek egy nagyobb szinteret vinni. Ők nagyon örülnek a programjainknak. Mi nem
nem csak a helyi szervezet, vagy a helyi önkormányzati programokat valósítjuk meg, hanem próbálunk olyan újabb fejlesztéseket, mint ahogy már említettem, az egészségprogramokon keresztül is idehozni, hogy nyíljon meg az ő részükre is egy kicsit a világ, illetve a világnak is szabocs legyen egy olyan központ, ami most már a szem előtt van. Na, akkor beszéljünk konkrét dolgokról, mert hogy a beszélgetésünk egyik apropója az, hogy pénteken ott kezdődik egy nagyszabású rendezvénysorozat, egy konferenciával egybekötött, és hát látványos része is, illetve turisztikai részről is beszélhetünk, tehát beszéljünk erről a programról, mi adja az aktualitását, és milyen témák szerepelnek majd ezen a 2 vagy 3 napon? Ez egy 3 napos rendezvény lesz, mint ahogy mondta. Igazából, aki röviden elmondanám ennek a programnak, hogy mi is volt a lényege. Mi minden olyan lehetőséget keresünk, ahol a turisztikai attrakció fejlesztéseket tudunk végrehajtani, illetve nekünk a nem titkolt célunk az, hogy Szabolcs községnek a nemzetközi szintéren való megjelenését elősegítsük. Egy közvetlen brüsszeli pályázati kiírás forrásból, mint Europe for Citizen, ez az Európa Aktív Polgárokért program keretében lehetőségünk volt beadni egy testvértelepülési program, ami kulturális értékeinkért határon innen is túl néven adtunk be, és olyan nagy szerencse ért minket, hogy az Európai Bizottság ezt pozitív elbírálásban részesítette, ami erre mi nagyon büszkék vagyunk, hogy itt az Európai Unió összes országa pályázhatott, és abból a mi kis településünk is, kis egyesületünknek a programját. Igen, programját ítélték olyan szakmailag összerakott programnak, hogy ez az Európai Uniónak a belefér az arculatába és a turisztikai fejlesztési képében. Említette, hogy határon innen is túlról is érkeznek. Ez azt jelenti, hogy egyébként az egyesületnek is vannak folyamatosan kapcsolatai más szervezetekkel a határon innen is túl? Igen, ez már egy meglevő kapcsolati rendszer volt nekünk határon belül is, és ahogy mondta is kívül is, és mi ezt szerettük volna még jobban úgy szélesíteni, hogy most már legyen egy olyan apropója, az úgynevezett testvértelepülési program, hogy itt már ezt egy együttműködési megállapodással is megpecsételve tudjunk most már egy együttműködés testvértelepülési hálózatot kialakítani. Van-e a 3 napnak olyan része, mert én tudom, hogy itt szakmai tanácskozások is vannak, ahol mondjuk a laikus érdeklődők is szívesen részt vennének. Természetesen mi próbáltuk a programot úgy összerakni, hogy nem csak a meghívott 7 országnak a résztvevőinek legyen ez a program érdekes, hanem a nyílt közönségnek, és igazából itt ez a cél, hogy mint mi úgy Európai Uniós polgárok, mi aktívan részt tudjunk venni az uniós rendezvényeken. A szombati napot a nagy közönség számára is nyíltá tettük, úgyhogy ezúton szeretnénk minden kedves érdeklődőt meghívni a program részvételére, ami Szabolcs községben lesz, a Szabolcs református templomkertben. Ennek a programnak a keretében mi 10 órakor egy civil udvar megnyitását terveztük, ahol 11 órakor egy protokoll köszöntő beszédet követően a meghívott 7 országból több szervezet, önkormányzatok, civil szervezetek eddigi munkásságába láthatnak betekintést a látogatók. Vannak olyan települések és olyan országok, akik az adott kuriózumokkal, bor és pálinka kóstolóval készülnek, hagyományőrző programokkal készülnek, interaktív játéksátrak lesznek. Úgyhogy tényleg egy olyan egésznapos kis színes programot próbáltunk összehozni, hogy itt a minden korosztály számára megtalálja azokat a lehetőségeket, ami az uniónak a világába egy kicsit betekintést nyerhet. Nagyon sok mindenről tudnánk beszélni, tehát az időnk az lassan elfogy, de még egy dologról azért röviden beszéljünk, mert említette, hogy fontosnak tartják azt is, hogy bár Ukrajnában a helyzet most háborús helyzet van, de azért a kapcsolatot próbálni tartani az ottani szervezetekkel, ők is részt lesznek most ezen a rendezvényen? Természetesen. És tudják-e a kialakult politikai vagy háborús helyzetben ezt a kapcsolatot ápolni és fejleszteni? Természetesen. Mi a 7 meghívott országból, akik itt lesznek, Magyarország, Szlovákia, Szerbia, Románia, Ukrajna, Lettország, Hollandia, akik részt vesznek ezen a rendezvényen. Ebből a nagy többség mi, hogy Ukrajnával szomszédos országok vagyunk, ezek a mi mindennapi életeinket is, vagy mindennapjainkat is meghatározza az ottani helyzet. Úgyhogy a programnak a másik fő elemének az Ukrajnát érintő háborús helyzetről való beszélgetés, félelmek, illetve azok a megoldások és kerekasztal és konferencia beszélgetések lesznek, ahol az úgynevezett határon túli embertársai is tudjuk segíteni a szükségleteikben. Úgyhogy mi az ukrajnai környező településükben 4 darab civil szervezetet hívtunk meg, akik prezentálni fogják a most kialakult helyzetet és a mindennapi problémákat, amikkel küzdenek. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát jó időt, és sok sikert kívánok önöknek a hétvégi rendezvényhez. Köszönöm még egyszer. Én köszönöm még egyszer a meghívást.